Újabb üstökös szántja a szolnoki ökölvívó sport horizontját. A Fénycsóva ifjabb Völgyi Jenő versenykönyvét világítja meg. Itt van, hogy győzelmek, döntetlenek, vereségek. 17 mérkőzést vívott idáig, mind a 17-et megnyerte. A tréner nagyon büszke. Úgy érzi, Jenőkével a csapat élén a szolnoki boxklub bátran felveheti a kesztyűt az ország legjobbjaival szemben is. Mondtam, én mindig jobbot neveltem. Aki elment, elment a Bognár, utána jött a Szellő, sokkal jobb lett, mint a Bognár. A Szellő elmegy, hát a Jenő egyszer olyan jól kezd, mint a Szellő Imre annak idején. Ez gyakori? Nem nagyon. Ez most véletlenszerűség volt. De figyelj, mert most érzik az orrod, most ezt meglátják az emberek, elkezdenek sajnálni, nagyon fáj egy ilyen... Nem, ezt már nem lehet érezni, el vagyunk zsibbadva. Ezt nem érezzük már. Ez benne van? Benne, persze. Nem vagy elkeseredve? Nem. Nem vagyunk föl ilyenkor, hanem... Ez hol? Benne van. Le kell nyelni. Ifjabb Völgyi a 15. évét és ezzel együtt a Vésői úti boxklub padlóját tapossa. Hetente 6-szor, naponta 3-3 és fél órában. Erősítés, zsákolás, iskolázás, kesztyűzés, Bene János segédedzővel és a mesterrel, Balog Andrással. Amikor lejött, 9 éves volt és 104 kiló. Elküldtem az apjával, hogy hát ne haragudj, mondom, ez alkalmasan a sportra. Mondom, egy év múlva hozd vissza, így voltam vele, hogy úgyse jönnek vissza. És mégis visszahozta, és nagyon komolyan vettük a súlyt, és most úgy néz ki a helyzet, hogy 84 kiló a 104 kilóból, és hát most már ott van 175 magos. És 15. éves, nagyon szépen fejlődik, szépen nő. Azt mondta, hogy lejöjjünk, majd legközelebb jövünk egy év múlva. Most ő abban, de nem gondolt, hogy mi visszajövünk, visszajöttünk, és így van az eredménye. Én attól féltem, én nem gondoltam, hogy akkor a eredményeket tud befutni. Elsőnek is ezért osztam le, hogy fogyjon le, mert féltem, hogy elzsírosodik, beteg lesz, orvoshoz kell hordani, hogy fogyjon le. Hát de közben fogyásból, hál' Istennek, nem fogyás, hanem egy jó eredmény is. Itt van, hogy 17-ből 17 aranyérem, és ez nem véletlen. Egy-kettő véletlen lehet, győzelem, de 17-ből 17 az már nincs véletlenség. Nincs bizony. Az eredményekért pedig tenni kell fejben is, sőt, talán ott a legtöbbet. A szolnoki klubban úgy tartják, buta vagy labilis idegzetű férfiból soha nem lesz eredményes öklöző. Ezt a filozófiát elfogadva, Völgyi Jenő a folyamatos, kemény edzésmunka mellett szorgalmasan tanul. Mikor hazán iskolából 2 óra körül, akkor jön lefele és akkor edz. Hétvégét leginkább a tanulással tölti, szokott néha internetezni. Neki az életcél a tanulás, úgy a sport. Hát most ugye a 6-5-ösbe járunk gépészet, majd a gépészetből pedig szeretnénk egy vízgázszerelői szakmát letenni, majd későbbiekben pedig, hogyha úgy van, akkor egy segédedzőit, vagy itt lenni majd a bandi mellett, mint edzőként. Hogy beszéltünk itt a Balog András edzővel, és ezekről a egyelőre meg álmok, de bízunk benne, hogy ez nem csak álom lesz, hanem valóság is természetesen. Szeretik az iskolába, szerény, csendes gyerek, de amúgy a szorító oroszlánként küzd. Kemény edzések vannak? Nem kell otthon este altatni. Elalszok én magamtól is. Közben pedig álmodik sikerekről, aranyérmekről, válogatottságról. Jenőke azonban nem akarja, hogy az álmok álmok maradjanak. Az éjszaka üzenetéből konkrét cselekvési programot fogalmaz magának. Készül a márciusi diákolimpiára. Az lesz idei első versenye. A kadett korosztályban a válogatottságért 2 évvel idősebbekkel kell versenyeznie. Nekem ami célom van, az most lesz nyáron ez az Európa-bajnokság. Elsősorban oda szeretnék kijutni, és ha oda kijutok, akkor ott szeretnék egy dobogó helyezést fogni. Van itt ellenfeled Szolnokon? Szolnokon? Itt Szolnokon nincs, itt egyedül én vagyok, aki így ebben a korosztályban, meg ebben a súlycsoportban vagyok. Ifjabb Völgyi Jenő sokat ígérő pályáját az edzők, edzőtársak és a család nagy összefogásban egyengeti, remélve, hogy ez az érték nem vész majd el. Ha egy Kővágó Zolit, meg egy Szellő Imrét megbecsültünk volna, azok hozták volna a nagy dicsőséget ennek a városnak, és most itt van egy új tehetség,
Hát én bízok benne, hogy úgy a város vezetése, mint az egyesület, támogatók, szponzorok, hogy segítenek abban, hogy ez a gyerek egyszer már szolnokiként is olimpikon lehessen. A boxklub igyekszik mindent megtenni, hogy Jenőke és a hasonló tehetségek, illetve a szorgalmas ifjú ökölvívók minél tovább sportoljanak. Büszkék a 17 éves Lovai Józsefre is, aki ma már 48 kg-ban a junior válogatott tagja, nyáron EB-n és VB-n is ringbe szállt. A Héraklész programban 6 helyi boxoló szerepel, de a jelentős továbblépést abban látják, ha csatlakozhatnának a sportiskolához.